Gyorsított eljárásban kerül bíróság elé az a férfi, aki május végén büntető fékezéssel igyekezett elégtételt venni az előtte szerinte lassan haladó autóson. Híradónknak a szakértő elmondta, pszichológiailag sokan teljesen alkalmatlanok a vezetésre. A közlekedési szakjogász pedig hozzátette, ha bizonyítható a szándékosság, akkor a vétkes sofőr akár több év börtönt is kaphat, amellett, hogy akár a helyszínen is elvehetik a jogosítványát. Villogva igyekszik gyorsabb haladásra bírni a szabályosan közlekedő autót, ez az Audi is. Látva, hogy az nem fog menni, a másik elé vágott, majd befékezett előtte. Ezek a felvételek még május végén készültek az M0-as és az M3-as autópálya csomópontban. A Pest megyei főügyészség most közleményben közölte. Gyorsított eljárásban állítják bíróság elé a férfit. Az úgynevezett büntetőfékezés nem újdonság a magyar utakon. A rendőrség számos videót tett már közzé, amelyen jól látszik. Balesethez vezethet, ha valaki okítani szeretné a másikat. A fenti események az ügyvéd szerint súlyos szankciót vonhatnak maguk után. Több bizonyíték van ezekre a fedélzeti kamerák folytán, és nagyon helyes, hogy vannak ezek a bizonyítékok, mert ez nagyon súlyos cselekmény, hogyha tetten érik, és tényleg számon tudják kérni, akár 3 évig terjedő szabadságvesztés, jogosítvány helyszíni elvétele a szankciójának. Súlyos sérülés vagy halált okozó közúti veszélyeztetéssel ezek a tételek tovább nőhetnek. A KRESZ szerint csak abban az esetben indokolt hirtelen sebességcsökkentés, ha az például a személybiztonság indokoltá teszi. Ha valaki úgy tapos bele a fékbe, hogy az nem indokolt, a szabálysértést követel. Ha mindezt szándékosan teszi, amelynek célja a baleset veszélyes helyzet előidézése, az már bűncselekménynek számít. A jogalkotónak is tennie kéne valamit. A szakértő szerint a büntetőpontok rendszerének sincs nagy visszatartó ereje. Mint mondta, már egy gyors hajtásért kirótt büntetés is apró pénz sokak számára. A büntetőfékezés kapcsán Zács Dániel azt is hozzátette, nem mindenki alkalmas arra, hogy vezessen. Én azt gondolom, hogy egy csomó ember vezet autót úgy, hogy teljesen alkalmatlan erre pszichológiailag. Hát ugye az autóvezetéshez, vagy bármilyen járművezetéséhez mentális készenlét, vagy jelenlét szükséges, és ez a mentális készenlét, vagy jelenlét, vagy épség nem mindenkinek az esetében adott. A szakértő úgy véli, a közúti összecsapások rávilágítanak a magyar közlekedési morál jelenlegi állapotára.